Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A magyar rövidtávfutás egyik meghatározó szakosztálya, a Ferencváros legjobb sprinterei Bonyhádot választották a fedett pályás idényt lezáró 10 napos edzőtáborozásuk helyszínéül, ahol kitűnő körülmények között gyakorolhatott az U23-as korosztály jó néhány ismert versenyzője. De a tucatnyi fradi sprinter között ott volt a szakosztály két legnevesebb atlétája, a hazai ranglista vezető Máté Tamás és Csóti Justina is, akik a magyar rövidtávfutás legnagyobb reménységei a 2023-as budapesti felnőtt atlétikai bajnokságon. Az első éves felnőtt férfi sprinter pedig még akár az idei nyári tokiói olimpiára is kijuthat. Több olyan ferencvárosi atléta is eljött a 10 napos bonyhádi edzőtáborozásra, akik az idén az U23-as Európa-bajnokságra készülnek. Ketten pedig már oszlopos tagjai annak a bővebb keretnek, akik a 2023-as budapesti felnőtt atlétikai világbajnokság magyar sikeremberei lehetnek rövid távfutásban. A Ferencváros atlétikai szakosztályánál eltérően több nagyobb, kisebb, fővárosi és vidéki atlétikai klubtól nem csupán néhány versenyzőből áll a sprinter szakák, hanem egyenesen gyűjtőhelye a síkfutás gyors embereinek a Zöld-Fehér Klub. Itt úgy gondolom, hogy nálunk talán egy kicsit többen vagyunk, és ez érződik abban is, hogy a váltókban, és ahol ugye 4x100-on is jól szoktunk szerepelni. Nem állunk rosszul sprinter tehetségekkel nemzetközi vonatkozásban sem. A fradi Bonyhádon edzőtáborozó versenyzői között jó néhány 60 méteren 6 másodperc, 40 század másodpercet tudó, illetve százon már 10-40-ekre képes, még utánpótláskorú, vagy éppen első éves felnőtt atlétával találkozhatunk. A legnagyobb közülük a mostantól felnőtt Máté Tamás, aki az idei fedett pályás felnőtt Európa-bajnokságon is szerepelt. Aki 200-on és 400-on hazai ranglista vezető, aki sorra javítja meg egyéni csúcsait. Azért még nem nagyon résztávoztunk, nem nagyon készültünk 400-ra, nem tudtam, hogyan kell futni. Én úgy gondolom, hogy erre kicsit jobban ráfekszünk, és ebből lehetnének elég nagy célok. Én azt gondolom, hogy 100-at is ugyanúgy fogok futni, mint 200-at, mint 400-at. Gyorsaság terén elég jól állok szerintem. 60 az eléggé egy olyan szám, ahol tényleg csak az első pár méterek a legdöntőbb dolgok. Ahhoz képest, hogy nem igazán az én számom, elég jó időeredményeket tudtam elérni az idén. Én úgy gondolom, hogy az első pár méterek is létfontosságúak, úgyhogy mindenféleképpen kell mind 100-hoz, mind 200-hoz, mind 400-hoz a gyorsaság. Egyébként 400-on szeretne mi hamarabb magyar csúcsot dönteni, ami momentán 40,35 század, 200-on egy VB vagy éppen olimpiai szint a cél 2022-ig. 100-on annyira nincsenek nagyobb céljaim, de szeretnék minimum egy 10-20-as időeredményt futni. A fradi és úgy általában a magyar sprinter hölgyversenyzők között Csóti Justina számít az egyik legnagyobb reménységnek. Neki van szansa arra is, hogy a már említett budapesti felnőtt világbajnokságon 2 év múlva a nagy döntőbe is beverekedje magát 100-on vagy 200-on. A bonyhádi edzőtábor az itteni körülményekkel, a magas szintű benti és már kinti edzős körülményekkel, barátságos kisvárosi hangulatával hozzájárul a ferencvárosi atléták lehető legjobb idei felkészüléséhez. Ugye az idén elég nehéz a koronavírus helyzet, és nagyon nehéz úgymond edzőtáborokba eljutni, és megkérdeztem a kollégákat, hogy itt milyen lehetőségek, ők mondták, hogy készen van az új pályájuk, utána néztünk, és nagyon segítőkészek voltak szállással, edzés lehetőségekkel kapcsolatosan, és akkor úgy döntöttünk, hogy egy 10 napot eltöltünk a csoportunkkal. A fővárosi elitklub viszi a jó hírét Bonyhádnak, nem nehéz megjósolni, hogy egyre több nem csak atlétikában ismert, kisebb-nagyobb hazai klub választja majd Bonyhádot téli, de még inkább nyári edzőtáborozása helyszínéről már a közeljövőben.
Újabb fejezet került a szekszárdi női élvonalbeli kosárlabdázás fél évszázados történetébe. A 2016-tól induló aranykorszak eddigi csúcsának számít, hogy az atomerőmű KSC Szekszárd a bajnoki és kupaezüstök, valamint a 2018-as Magyar Kupa győzelem után a második számú kontinentális klubtornán az Európa Kupában idén bejutott a négyes döntőbe. A csapat januárban megnyerte a csoportkört, majd a folytatásban egy francia és egy török élcsapat legyőzésével a Törökországban zajló tornán az elmúlt héten kiharcolta a Final Four-ban való részvételt. A járványhelyzet miatt ezúttal elmaradt a szokásos városközponti nagy ünneplés, ám így is sokan fogadták a Városi Sportközpont parkolójába begördülő autóbuszt, melyben a klubtörténet páratlan sikerét elérő szekszárdi kosárlabdázók foglaltak helyet. Elsőnek Szabó Gergő, a KSC Szekszárd ügyvezető elnöke szállt le a buszról. A polgármesteri fogadás sem maradt el a sportcsarnok előtti szabad térben. Ács Rezső Szekszárd első embere köszöntötte a szekszárdi sportéletben, labdajátékban minden idők legnagyobb sikerét produkáló az Európa Kupa négyes döntőjébe jutott csapatot. Én mikor kezdtem 5 éve ezelőtt Szekszárdon dolgozni, mint vezetőedző, azt mondtam, hogy nekem ez lenne kívánságom, mert kérdeztek újságíró, mi lenne cél. Én mondtam, ez a cél, hogy Szekszárd legyen híres, nem csak hogy legyen szőlő és borvárosa, hanem kosárlabdavárosa is. És most azt tudom mondani, nem csak Magyarországon, hanem Európában híresek vagyunk, mint kosárlabdavárosa, mert hogy láttam, Final Four-ban lesz egy francia csapat, egy olasz csapat, egy spanyol csapat, és lesz magyar csapat is. De van a Bonner leigazolásával, nagyon nagy fegyvertényt hajtottunk végre, úgy gondolom, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a szponzorainknak, és itt elsősorban Tar Jánosra gondolok, aki az első pillanattól kezdve mellénk állt, amikor ez a projekt szóba került. Ugye egy különleges lehetőségünk volt, hiszen Erika McCall-nak a féltestvére, és így aztán viszonylag könnyebben hozzá tudtunk jutni erre a rövid időszakra, ugye elsősorban az Európa Kupa küzdelmeire jött, és hát igazolva is hát nagyon hamar beépült a csapatba. Úgy gondolom, hogy a franciák ellen talán egy picit a többiek is tőle várták a megváltást, és egy kicsit egyénibre sikeredett a játék azon a találkozón, és a vezetőedző is viszonylag szűk rotációval dolgozott. Ez egyébként igaz mind a két mérkőzésre. A Final Four-ba jutáshoz már nem lett volna elég Bonner ponterőssége és a másik két amerikai segítsége, az extra légiósokat is felvonultató török Elazi ellen. A második mérkőzésre a török Elazik ellen már igazi csapatként működtünk együtt, és sokan felnőttek, de van a Bonner mellé, gondolok itt a palánkok alatt Szálsa Gorira, Erika McCallra, illetve Studer Ágira nagyon, aki ugye átvette teljesen a vezér szerepét, illetve megosztva de van a Bonnerrel vitték a hátukon a csapatot, ugye Ágica ezen a mérkőzésen 16/12 dobott 4-3 pontost is, és kiosztott 5 gólpaszt is, úgyhogy igazi vezérré vált, illetve a hamar beütött faultjai során, amikor Teodorán Alexandra csapatkapitány volt a pályán, ő is remekül védekezett, kikapcsolva a szlovén válogatott klasszis Nika Baricsot, ez is egy nagyon fontos dolog volt, illetve Ali is nagyon jókor sülyeztette egy 3 pontost, és beérett az a munka, amit vele is egyénileg végez a szakmai stáb, hogy egyre többet játszik irányító posztot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy óriási siker, de nem ragadnék le konkrétan ennél a szezonnál, hanem azt gondolom, hogy azt az 5 éves munkát adott igazolni, amit mind a pályán belül szakmailag a KSC-ben dolgozó szakmai, fiziós, irodista stáb is végez, illetve azt, amit Gergővel válvetve és az elnökség tagjaival megtettünk az elmúlt 5 évben, hogy hittünk a csodában, hittünk abban, hogy egy klubot nagyon jól fel lehet építeni egy ilyen pici városban, egy pici megyeszékhelyen, mint Szekszárd. A KSC emlékezhet arra, és ebből építkezhet, hogy az Európa Kupa menetelése során a spanyol élcsapat Gironát és a lengyel Bydgoszt is legyőzte már, közel állt ahhoz, hogy a nagyszerű spanyol csapatot, a Gironát idegenben is megverje.
ez a mai keret, ez a csapat, még ha a helyzet más is, miért lenne ezek után esélytelen az Európa Kupa döntőjébe jutásra? A szekszárdi UFC szekere nem indult meg egyáltalán felfelé a tavaszi idény folytatásaként lejátszott három fordulóban. Három vereség után végre győzelmet ünnepelhetett az új edző, Turi Zsolt dirigálta MB3-as szekszárdi csapat, mely legutóbb azt a vácot fogadta, melyet a magyar futball edző legendája, az elmúlt évtizedek egyik legeredményesebb trénere, a volt szövetségi kapitány, a vácból fénykorában magyar bajnokcsapatot faragó, ma már 74 éves Csank János irányította. Az elmúlt három tavaszi forduló vereségei után maradt a 18. kieső helyen a szekszárdi UFC. A néhány helyen előrébb lévő Vác ellen a biztonságos védekezésből kiinduló taktikát választotta a novemberben érkező új edző Turi Zsolt. Amire készültünk, az ült ezen a mérkőzésen, mert sok mélységi labdával próbáltunk a gyors embereinkkel lehetőséget teremteni a gólszerzésre. Meg is voltak a lehetőségeink, annak ellenére nehézé tettük saját magunknak ezt a mérkőzést, hogy nem rúgtuk be. Az UFC azért is tart ott, ahol a még bőven kiesőnek számító 18. helyen, mert az ősz idényben és néhány tavaszin is a védelmi rövid zárlatok következtében megnyerhető meccsek egész sorát vesztette el. Az elmúlt három mérkőzésen, ahol nem szereztünk pontot sajnos, hogy saját magunkat vertük meg, mert csak fegyelmezetlenségből és nagyon nagy egyéni hibákból kaptuk a gólokat, úgyhogy a kapusunknak az első két meccsen nem kellett vetődnie. Tehát úgy vesztettünk 6 pontot, hogy a kapusunk nem dőlt el se jobbra, se balra, és nem tudtunk pontot szerezni. A 74 éves Csank János úgy nyilatkozott, megérezte 3-4 rutinos játékosának hiányát. Keveset éreztem a csapatban, illetve tehát a gyenge formában volt egyénileg mindenki, kicsit a tala is zavaró volt, mert azért mind a két csapatot zavarta, nem ártott, kis vízhiánya van ennek a pályának, és battyogott szépen a labda, de ugye nézők nélkül hangulattalan egy kicsit, tehát ez egy jó megye-egyes meccs volt, én elég sokat látok megye-egyes meccseket, hát erre ráfogni, hogy NB3, ez bravúr lett volna, én csapatomról beszélek elsősorban, a nagyon gyenge teljesítmény nyújtottunk. Emellett dicsérte a szekszárdot, számára szimpatikus, akaratos, fegyelmezett és szervezett játéka miatt. Gratulálok az ellenfelünknek, a szekszárdnak, ez nem a miénk volt, úgyhogy mondtam is a srácok, azt most itt jó, megbeszéljük majd még holnap a dolgokat, nyilvánvaló, de ezt úgy felejtsük, hogy van, jönnek a többi mérkőzés. A biztos bentmaradást jelentő 14. helyért folyó Ádász küzdelemben az MB3 20 csapatos középcsoportjában sok pontra van szüksége az érintett, veszélyeztetett csapatoknak. Legyőzte ugyan a ZTLKK gárdáját a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata hétvégén. A Kaposvár oroszlány elleni győzelme miatt nem jutott a bajnokság playoffjába Dragan Alexic együttese. A pécsiek a Magyar Kupa 8-as döntőjének viszont résztvevői lesznek. Jól kezdte a Zalaegerszeg elleni mérkőzést a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, és az első negyed közepén már 16-10-re vezetett, aztán egy vendég időkérés után megtorpantak ugyan a fehérmezes házigazdák, ezt a 10 percet 22-14-re mégis megnyerték. A rövid szünet után először a támadójátékba, majd a védekezésbe csúszott hiba, így ebben a negyedben 12 ponttal többet dobtak a vendégek. A nagy szünetben 36-40 állt az eredményjelzőn. Ráadásul a másik meccsen a Kaposvár a félidőben 15 ponttal vezetett az oroszlány ellen, ami a PVSK Veolia 8-ba kerülése szempontjából nem volt túl biztató. A harmadik negyedben Ruják és Van der Burg vezetésével kezdte ledolgozni hátrányát a Pécs, és ezt a 10 percet 26-23-ra Dragan Alexic legénysége nyerte. Aztán a záró negyed első kosara ugyan még a ZTE volt, a Pécs nem csak a vezetést vette át, de 5 perccel a meccs vége előtt már 8 ponttal a házigazdák vezettek. A találkozó végeredménye pedig PVSK Veolia Zalakerámia ZTE KK 83-76.
Bár a jó második félidei játéknak köszönhetően legyőzte a Zalaegerszeget, a Kaposvár Osa elleni győzelme miatt matematikailag is eldőlt, hogy nem juthat be a bajnokság playoffjába a PVSK Veolia. Végig nagy nyomás alatt voltunk, hiszen rendkívül fontos mérkőzést játszottunk, mind a kupa, mind pedig amiatt, hogy itthon nyernünk kell a playoff szempontjából. Nem találtuk a ritmusunkat támadásban, sokat hibáztunk, de a védekezésünk jól működött, és ettől magabiztosak lettünk. A jó védekezésünknek köszönhetően lett a végére sima győzelem, amihez gratulálok a játékosaimnak. Remélem, hogy támadásban sokkal jobbak leszünk a következő találkozókon. Elég nehéz mit mondani. Szerintem a srácok úgy próbáltak küzdeni, és próbáltak megcsinálni, amit megbeszéltünk, amiről szó volt, és ezt 3/4 keresztül igen jó százalékkal is sikerült megoldani. Az utolsó negyedben elvesztettük a ritmusunkat teljesen, nem úgy mentek a labdák tovább a kézből kézbe, és onnantól kezdve igazából a támadójátékunk az egy individuális támadójátékká vált, amiben most nem voltunk mi erősek. Tovább menetel a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata az NB1B-ben. Zdenko Kordi együttese 24-19-re győzte le a Mohácsi TE 1888 gárdáját szombaton. A Kozár Mislenyiek továbbra is negyedikek a tabellán. Nem egészen úgy indult a baranyai rangadó, ahogy a Kozár Mislenyiek tervezték. Holott az 5. percben 3-1-re még a fehérmezes házigazdák vezettek, az edzőváltáson átesett Mohács átvette az irányítást, és az első játékrész végén egy gólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok. Az öltözőből is jobban jött ki Márkocs Gabriella együttese, de 3 gólnál többel nem tudtak meglépni a mohácsi kézilabdázók. Ebben a félidőben feljavult a Kozár Mislenyiek védekezése, és ennek köszönhetően kiegyenlítettek. 5 perccel a rangadó vége előtt még szoros volt az állás, de ezután már csak a házigazdák lőttek gólt, így végül 24-19-re győzött Zdenko Kordi együttese. Folyamatosan sok problémával küzdünk, eddig még egy mérkőzésre sem tudtunk teljes kerettel készülni a Covid, betegségek, sérülések miatt. Nem játszottunk szép kézilabdát, de hogy szerdán a NEKA ellen most is megmutatta a csapat a karakterét, hiszen tudni kell úgy is mérkőzést nyerni, hogy nem játszunk jól. Ma nyertünk, így 2 ponttal gazdagodtunk. A mérkőzésbe remekül szállt be Kovács Véda, aki 4 gólig jutott. A Mohács elleni meccsek mindig nagyon fontosak számunkra. Kemény meccsre számítottunk, és ez be is igazolódott. A győzelmet szerintem a védekezésünknek köszönhetjük, hogy a végére összeállt, és örülök, hogy most tevékenyen részt vehettem a sikerben. A találkozó előtt emlékplakettet kapott Linder Luca, akinek ez volt a 100. NB1B-s mérkőzése a Kozár Mislenyese színeiben. Nem volt könnyű mérkőzés egyáltalán. Nem úgy kezdtünk, és nem úgy játszottunk az első félidőben, ahogy terveztük, viszont a második félidőre szerencsére 5 góllal el tudtunk lépni, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Összességében ez itt a 7. évem. Nagyon jó emlékeim vannak, nagyon jó a csapat, úgy gondolom, nagyon jó a közösség, és nagyon jól érzem itt magam. A baranyai rangadón Polics Tímea 7, Takács Vivien és Kovács Véda 4-4, Tobak Luca 3, Markovics Rebeka és Hornyák Bernadett 2-2, Seffer Zsanett és Linder Luca pedig 1-1 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi győzelemhez. 3-1-re győzött a HR-rend Kozár Mislenyi labdarúgó csapata a Dunaújváros ellen az MB3 középcsoportjának 25. fordulójában hazai pályán. A Kozár Mislenyi gólszerzők Berdó Máté, Hampuk Ádám és Kirtner Krisztián. Jelen a Richard együttese a 6. helyet foglalja el a tabellán. A kékmezes HR-rend Kozár Mislenyi labdarúgó csapata a pirosmezben játszó Dunaújváros együttesét fogadta az MB3 középcsoportjának 25. fordulójában vasárnap. A házigazdák a 16. percben szerezték meg a vezetést, amikor Kozics Barnabás szöglete átszállt a hosszú oldalra, ott érkezett Berdó Máté és közelről a léc alá fejelt. A 23. percben Csomós Dominik lőtt éles szögből, a Dunaújvárosi kapus azonban szögletre ütötte
a labdát. Két perccel később Novák Zsombor ment el a jobb szélen, középre passzolt az érkező Szepesi Róbertnek, aki a mislenyi kapu fölé lőtt. A 28. percben Turi Tamás és Hampuk Ádám készülődött szabadrúgáshoz, amit Turi lőtt centikkel a léc fölé. Két perccel később Kirtner Krisztián passzolt Hampuk Ádámnak, ő közel került a gólszerzéshez, de Pokorni Péter jól érkezett a kapuból és védett. A 31. percben Csomos Dominik szögletét követően Kirtner Krisztiánhoz került a labda, lövésébe azonban belefejelt egy dunaújvárosi játékos. A kipattanóra Turi érkezett, lövése szögletre pattant. A 37. percben Horváth Gábor bedobását követően Hampuk Ádám kapott labdát a 16-oson belül, befordult, lövését azonban a dunaújvárosiak kapusa védte. A 43. percben aztán a vendégek reklamáltak 11-est, Nagy Erik megmozdulását vitatták, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Az 50. percben Szabó Dominik bedobása Nagy Erik elé került, aki Kirtner Krisztiánnak passzolt, ő tovább Hampuk Ádámnak, ő pedig remekül lefordult védőjéről és kilőtte a hosszú sarkot, ezzel már 2-0-ra vezetett a H-rend Kozár Mislány. Az 54. percben Tóth Ákos passzolt Novák Zsombornak, aki a mislenyi kapu mellé lőtt. Még ugyanebben a percben egy gyors támadás végén Csomos Dominik ment el a bal szélen és jó ütemben passzolt Kirtner Krisztián elé, aki bal lábbal kapásból lőtt, a felső lécről a gólvonal mögé vágódott a labda, és megszerezte ezzel a házigazdák harmadik gólját. A 65. percben egy szabadrúgás érkezett a mislenyi kapu elé, a földre került Kozics Barnabás és egy vendégjátékos, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est Szepesi Róbert értékesítette, és ezzel beállította a 3-1-es végeredményt. A 69. percben Hampuk Ádámnak volt még egy szép megmozdulása, a leshatárról indult és vezette a kapusra a labdát, de a játékvezető Les címén megállította az akciót. A 87. percben pedig Báló Tamás szabadrúgását fogta meg Somogyi Máté. A lefújás előtt még Kozics Barnabás szabadrúgása után Kocsis Adrián fejelt, amit Pokorni Péter védett. A mérkőzést megérdemelten nyerte meg a H-rend Kozár Mislány labdarúgó csapata 3-1 arányban. Az ellenfélnek komoly gólszerzési lehetőségei nem akadtak, egy 11-esből tudtak csak szépíteni. Nem lepett meg minket az ellenfél, igazándiból azt játszották, amit készültünk. Úgy gondolom, hogy 60-65 percig, tehát 3-0 nem is igazán volt gondunk, utána se. De onnantól kezdve kicsit máshogy játszottunk, tehát kicsit fellengzősre játszottunk, aminek nem volt meg az eredménye. Nem tudtak góltrunk, ezért nem tudtak kialakítani, de kihagytuk azt a sanszot, hogy még többet rúgjunk, és könnyebben zárjuk a mérkőzést. A srácok jól játszottak, betartották mindent, amit kértünk. Én úgy gondolom, hogy ezen a meccsen a mai napon tényleg az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. Először is gratulálok a hazaiaknak, nagyon nagy ambícióval játszottak, és ebben az ambícióban mi sajnos alul maradtunk elsősorban azokban a mentális dolgokban, amit hát próbálok fejleszteni a csapat játékosainál, de ez nem mindig sikerül, mint ahogy azt a mai példa is mutatta. Miután egy olyan csapatunk van, amelyik nem predesztinálható magasabb szintre, az a célunk, hogy maradjunk bent ebben az osztályban. Jobban bírta a végjátékot a bajnokaspiráns Pler Budapest, és egy gólos győzelmet szerzett a PVSE elleni férfi kézilabda mérkőzésen az NB1B nyugati csoportjában. Kovács Gábor együttese 12 lejátszott mérkőzés után 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel a 10. helyet foglalja el a tabellán. Végig fejfej mellett haladt a két csapat a PVSE Pler Budapest NB1B-s férfi kézilabda mérkőzésen, holott a pirosmezes házigazdák a kiesés ellen küzdenek, míg a sárgamezben játszó vendégeknek feljutási terveik vannak. A csapatok 12-12-es állásnál mentek pihenőre. A második játék részben is jól tartotta magát a Pécs. Ráadásul 2 perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek Kovács Gábor tanítványai, amit ki is használtak, hiszen kiegyenlítettek. A végjátékot azonban egy időkérés után jobban bírta a Pler, és 23-22-re megnyerte Laurent Szabolcs vezetőedző csapata a mérkőzést. Tulajdonképpen is a Pécsnek nagyon jó felkészült a játékunkból. Nagyon nagy ellenállásra készített, nagyon nagy ellenállás volt, de már tavaly is nagyon jó mérkőzést játszottunk itt velük, akkor is óriási
csata volt, sőt, legutóbb nálunk is jó a vége, ott több lett közte, de ott is, ott se az volt, hogy ilyen fölényes győzelem, hanem abszolút jól küzdöttek, felkészültek. Itt szintén, tehát látszott, hogy nüanszokon múlott a vége, ez lehetett volna így is, úgy is abszolút a vége. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, a Pécs mindig kiteszi a szívét, a hazai pályán is abszolút, rutinos kapussal, csak jót tudok róluk abszolút mondani. Most azt kell mondani, hogy ha így nézzük, végén a szerencse mellénk át, hát ez is kell, lehet, hogy legközelebb ez fordítva lesz. A PVS-e 12 lejátszott mérkőzés után 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel a 10. helyen áll az NB1B nyugati csoportjában. Gratulálok a Walternek és Laurent Szabolcs barátomnak a győzelemhez. Azt szokták mondani, hogy jó csapat ellen jól lehet játszani, vagy jó csapat ellen könnyű játszani, már pedig a Pler nagyon jó csapat az én meglátásom szerint. Nagyon sajnálom, nüanszok döntöttek, lehet ez szerencse is, de mi azt gondolom, hogy emberelőnyös helyzetekben 6 perc emberelőnyünkből 1 gólt tudtunk szerezni, és kaptunk 3-at, vagy talán 4 gólt is, ha jók az emlékeim. Ez biztos, hogy döntő volt, illetve ami még problémát okoz, hogy 22 góllal folyamatosan, most már hetek óta 22 góljaink vagyunk, és nem tudunk mérkőzésre nyerni 22 lőtt góllal. A védelmünk hétről hétre egyre jobb és egyre stabilabb, de nem tudjuk 22 góllal tartani az ellenfelet, fizikai képtelenség. Gólszerzésben vagyunk elmaradva folyamatosan, és az átlövő játékosainknak igenis felelősséget kell vállalni az utolsó 10 percben, mert abban ezzel a felelősségvállalás nagyon hiányzott a teljes átlövő sorunkból. Márpedig aki nem vállal felelősséget, abból én azt gondolom, hogy nem lesz jó játékos, még ha a felelősség az rosszul végződik, akkor is segíti az ő dolgát és az ő pályafutását, hogy jobb játékos legyen. De az, hogy nem merünk, vagy nem vállalunk felelősséget, ezt én problémának látom, és talán ez a két dolog, ami döntő volt. A védelmünk parádés volt, szerintem kevés gólt kaptunk, készültünk erre a nagyon intenzív beálló játékra, illetve a külső rutinos sorra, hogy azt megfelelő kilépésekkel szét tudjuk tördeni, de vissza is tudjunk érni ezekre a bejátszásokra, ezekre a háromszög játékokra. Ezt jól megoldottuk, de nem tudunk fizikai képtelenség 22 gól alatt ellenfelet tartani, kevés előtt gólunk sajnos. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!